Köszöntöm a Pécsi körnézőit! A következő közel fél órában színes, változatos kulturális eseményekről, művészekről hallhatnak, láthatnak érdekességeket. Tartsanak velünk! A fa eredeti formáját álmodja tovább. Szentkereszti István kiállítása a Pannon Magyar Házban. A szavak és a barátság ereje a király beszéde. Oscar-díjas filmszínpadi változatát Lipics Zsolt rendezte. Zene, borok, tűzijáték, Kreczőfest Mecseknádasdon. Születésnapos fellépés, koncerttel ünnepelt a 10 éves pécsi zenekar. Nyolcvan éves születésnapját egy kiállítással ünnepelte Szentkereszti István, Kapolidíjas faragó, népi iparművész. A népművészet mestere minden olyan címet, kitüntetést kiérdemelt munkája során, amit ezen a művészeti területen elérhet valaki. Alkotásaiból egy válogatás látható Pécsen, a Pannon Magyar Házban. Ezek a fából faragott edények, tálak, konyhai eszközök csak egy töredékei annak a felbecsülhetetlen értéket képviselő alkotásoknak, amelyek Szentkereszti István keze által kelnek életre. A Baranya vármegyei Hásságyon élő és alkotó Kapolidíjas faragó népi iparművész egyben a népművészet mestere is. A fa eredeti formájából indul ki, és abba álmodja, fejleszti tovább műveit. Minoris Tünde etnográfus, a Határokon túli Magyarságért Alapítvány kurátora avat be a mesterremek műveibe. Egyrészt ez egy ünnepi alkalom, mert 80 éves lett István. Úgyhogy szerettük volna vele együtt megünnepelni ezt a kerek évfordulót, annál is inkább, mert hogy ez egy gyönyörű életkor, amit ő megélt, de hogy ő még mindig nagyon aktív, nagyon intenzíven foglalkozik még most is a faragással, ami a szerelme tulajdonképpen, és ami érdekesebben egyébként, hogy 40 éves kora után kezdett el faragni, korábban egyáltalán kézművességgel nem foglalkozott, fémek megmunkálásával és mérnöki tevékenységgel, de magával a fa faragásával gyakorlatilag így 40 éve foglalkozik. Szentkereszti István alkotó művésze annak a kézműves, míves magműhelynek, melynek tagjai a Határokon túli Magyarságért Alapítvány segítői önkéntesei. Nagyon sok projektben vesznek részt, ez már egy 20 éves kapcsolat. Ezek elsősorban a magyar kulturális örökség megőrzésével összefüggő projektek voltak, főleg a tárgyi örökségeink értendők ez alatt. A tárgyi és szellemi örökségeink között kiemelkedőek azok az alkotók, akik a népművészet mesterei is lettek, hangsúlyozta a kiállítás szervező kurátor. Szentkereszti István a népművészet mestere, Kapolidíjas faragó, ezek olyan díjak, amik a legmagasabb díjak, amiket Magyarországon valaki megkaphat valamilyen mesterség okán. De ennél is fontosabb az, talán, vagy ez is nagyon fontos, hogy a Szellemi Kultúrás Örökség nemzeti jegyzéken elsőként vették fel itt Magyarországon a népművészet mestereinek listáját, tehát mindenkit, aki Magyarországon megkapta ezt a címet, ők tulajdonképpen a magyar szellemi örökség részét képezik. Minoris Tünde hozzátette, amikor megvalósult a hungarikumok és a nemzeti értékek piramisa rendszere, akkor automatikusan a szellemi örökségek hungarikummá váltak, és Szentkereszti István élőben egyfajta hungarikumnak számít. Őt megragadja valamilyen formában a fa, ezt ő mindig hangsúlyozza, hogy a nagyon hibátlan, tökéletes fa, az őt nem tudja elindítani. Tehát kell, hogy legyenek benne hibák, göcsörtök, gyökér, ami formálódik, mozog, él, lélegzik, egy ilyen organikus formában jelenik meg eleve maga a fa, amihez ő hozzányúl, és az elkezdi felé igazából sugalni azt, hogy abból milyen tárgy alakítható ki. Itt nagyon sok tárgyon látjuk, hogy a gyökér mozgása, a göcsörtök hogyan kerülnek bele a tárgy mondani valójába. Ez
Ezen a kiállításon használati tárgyakat, konyhai eszközöket láthatnak az érdeklődők, azonban van egy nagyobb műve is, amely arra mutat rá, hogy Szentkereszti István nagyméretű alkotásokat is készít. Az ő nem ilyen használati tárgy alkotásai, hanem amelyek mondjuk bútorok, azok is használati tárgyak, de ezek olyan kompozíciók is önmagukban, amelyek kicsit többek, mint hogy bútor legyen, de ezek hatalmasak, nehéz tárgyak, tér kell nekik, tehát mi is úgy gondoltuk, hogy sokkal inkább elhelyezhetőek olyan térben, ahol igazán teret engednek maguknak, körbejárhatóak, ez a terem most nem volt alkalmas. A másik az, hogy ugye ünnepeltünk is, tehát a terem berendezése is kicsit kötött volt, hogy nem egy klasszikus kiállítási koncepciót tudtunk megvalósítani, hanem hogy ide beférjenek azok, akik beszélgetnek vele, le tudjanak ülni, tehát egy kicsit elfoglaltuk a teret. A másik az, hogy ezek a nagyobb tárgyai azért annyira nem könnyen mozgathatóak, nagyon sok ki van helyezve különböző helyekre, tehát nem a saját lakóterében találhatóak meg. Hát az egyik ilyen egészen különleges alkotása ott van a Tudás Központban, ott a földszinten bárki találkozhat egy ilyen óriási gyökérképződménnyel, ami egészen különleges, kisugárzású, óriási alkotás. Tehát ez onnan szinte elhozhatatlan. És hát ez a tér erre nem is alkalmas. Ez a gyógyító szék, ami itt látható a teremben, ez az egy ilyen nagyobb tárgy van most itt. És az mutatja, hogy István mennyire ragaszkodik a tárgyakhoz, hogy tehát ezek közül a tárgyak közül a kiállítás megnyitásakor nagyon sokat szerettek volna megvenni. És ő ezektől képtelen megválni. Tehát ezek azok az ikonikus tárgyai, amelyeket ő képtelen eladni, pedig megvásárolnák tőle nagyon szívesen. És ez a gyógyítószék egyébként már elkerült egy tulajdonoshoz, és annyira érezte, hogy ennek a tárgynak ott van a helye a környezetében, hogy visszavásárolta a tárgyat, ráadásul drágában, mint ahogy eladta. Tehát igen, ez egy egészen különleges mentalitás tényleg, hogy tehát nem üzletszerűen farag, el is adott élete során persze természetesen tárgyakat, de most egyre inkább arra törekszik, hogy ezek a tárgyak együtt maradjanak. Tehát azok a mondjuk vágódeszkának nevezhető tárgyak, amikről ezt így kimondani is furcsa, mert olyan művészi alkotások, ezek így együtt, ahogy most láthatóak, ő neki ebben is koncepció van, hogy melyik mellett látható, hogyan beszélgetnek egymással ezek a tárgyak, hogy egészítik ki egymás mondani valóját, és ő azt állítja erről, hogy innen nem emelhetőek ki, tehát ennek így egyben kell maradnia. A kiállítás Pécsen a Pannon Magyar Házban május 17-ig megtekinthető. A 2011-ben számos Oscar-díjat elnyert film színpadi változatát már számos magyarországi színházban bemutatták. A remek történetet a szavak és a barátság erejéről most a Pécsi Nemzeti Színházba is megérkezett. A Király beszéde című történetet Lipics Zsolt, Jászai Mari díjas színművésze, a PNS igazgatója rendezte. Uraim! Hölgyeim, tisztelt hallgatóság! Bizonyára azt várták, hogy borondon a Velszi herceg áll majd önök előtt, de a sors ezt másképp rendelte. Bátyám, David, országlók, kötelezettségének tesz eleget a brit birodalom egy távoli pontján.
A történet előzménye, hogy 5. György király meghal, a trónt később Albert, Börti herceg foglalhatja el. Azonban Börti rettentően dadog. Ezt a szerepet szakember nélkül nem könnyű megtanulni. A dadogás nem is olyan egyszerű, de annak, aki nem dadog, akár izgalmas kihívás is lehet. Takaró Kristóf Fuga, logopédus, ő sokat segített ebben. Úgy alakult ez a dolog, hogy rengeteget beszéltünk róla, és... Nagyon érdekes egyébként, mert amikor ugye az ember szöveget tanul, akkor beül egy dallamisága az ember fejébe vagy fülébe, mondjuk amikor verseket, vagy talán prózai szövegeknél is beül a dallam is, mivel itt ugye dadogok, és nincs teljesen kitalálva, hogy mikor akadok meg, hanem ezt az agy, egyébként a húgommal ezt nagyon érdekesen vizsgáltuk meg, hogy tényleg annyit gyakorlom, és annyit gyakoroltam, hogy egy idő után ez automatikussá vált, és tudtam, hogy mikor kell beleakadni a dologba. Úgyhogy ez valahogy így elkezdett így zsigerből működni, így átkapcsol az agy egyébként. És hogy benne van az ember fülében ez a dallam, és itt ugye nincsen, és ez az, ami a legnagyobb koncentrációt igényli, hogy ezt a dallamiságot megtörve is tudjam, hogy mikor éppen hol tartunk, de hála Istennek azt mondhatom, hogy működik a dolog, és hát eddig nem volt olyan gondom, hogy hirtelen ne tudjam, hogy hol tartunk. Az volt érdekes, hogy a főpróba héten ugye rengeteget dadogtam, de az is megvan egyébként, hogy mikor milyen arányban dadog a Börti. De hát a főpróba héten rengeteget adogtam, és utána, amikor átmentünk a Attival a Primadonnák című előadásba, így beleugrottunk tulajdonképpen, akkor pont, hogy az volt furcsa, hogy folyékonyan kell beszélnem. Úgyhogy valahogy az agy ezt így átkapcsolja, és nagyon érdekes egyébként. Meg kell eljönnie hozzánk. Sajnálom, itt én határozom meg a játékszabályokat. Esetleg kivétel tehet. Én úgy tudtam, az előjegyzés Johnson névre szól. A nagy háború alatt használtuk ezt a nevet. A haditengerészet így próbálta megakadályozni, hogy az ellenség tudomására jusson, hogy ő felsége mikor tartózkodik a fedélzeten. Ezek szerint ellenség lenni? Az lesz, ha nem engedelmeskedik. Sajnálom, akkor sincs kivétel. Nos, ebben az esetben csak pazaroltam az idejét. És a magamot. A felébe is. Ezt jól elbaltáztam. Kérd a vacsora! Igen. Érzem a hagymás és finom illatát. Különös látogatom volt az előbb. Hát persze, drágám. Mindenki tudja, hogy milyen jó vagy a szakmádban. Mindenki tudja. Egy hölgy járt itt, a legmagasabb körödből. Hozzabban a legmagasabb körökből. Nincs nekünk arra szükségünk, jól mondom. Ha bár a pénz elég jól jönne, akkor talán végre haza költözhetnénk. De nem fog visszajönni. Azt mondtam az elkényeztetett kis puskának, hogy egy szabad percem sincs. Na persze gondolhatod, rendkívül csalódott volt. Azt gondolom, bár őszintén szólva nem nagyon fáj a szívem az efélékét. Lionel egy ausztrál logopédus igyekszik segíteni rajta. Kettőjük viszonya különös, ugyanis Berti soha nem akart beszédeket mondani, később azonban sikerül neki. Lionel pedig valamikor színész szeretett volna lenni, de neki nem sikerült. Az egyszerű polgári származású ausztrál különleges érzékkel és tehetséggel bánik, a mód felett érzékeny, önbizalom hiányos uralkodóval, míg közös, nehéz munkával elérik a király beszédének tökéletesedését. A két férfi barátságának kibontakozása és megerősödése a történet fővonala. A színdarab egyébként egy filmadaptáció. A legnehezebb dolgunk az pont az volt, hogy ne filmesen játszunk. Ugye a filmes eszközök azok nagyon másak, nagyobb komfortzónát biztosít, mondjuk egy közeli, ahogy egy pupilla tágul, ahogy egy arcizom rezdül, azt a színpadon sok méter távolságból megmutatni nagyon nehéz. Így a filmes eszközök nem is tudnak nagyon a színpadon érvényesülni, úgyhogy egy teljesen más gondolkodásmóddal kellett nekünk elkezdeni ezt a munkát, de ugye Lipi Zsolt igazgató úr kezébe voltunk mi első rendezéses rendezőnek, így elképesztő biztonságban éreztük magunkat. Nem török pedagógusi babérokra, ugye másoddiplomával, viszont nekem nagy szerencsém volt abban a tekintetben, hogy nekem a beszédtechnikát azt Nagy Gyula bácsi tanította
akit Montág Imre tanítvány volt, és én nagyon sok trükköt és praktikát ellestem tőle. Egy időben még kacérkodtam is a gondolattal, hogy az ő hatására esetleg a logopédiát megpróbálom, de aztán az élet úgy hozta, hogy nekem kicsit vastagabban fogott a ceruza a színház oldalon, így a logopédiáról letettem. Én képtelen vagyok. Azt mondja, hogy az a hivatásom, hogy király legyek. De hol hatalmak? Vajon alakíthatok-e kormányt egymagam? Vajon választhatok-e miniszterelnököt egymagam? Vethetek-e ki adót? A hadat üzenhetek-e? Egyiket se tehetem. Mégis én vagyok a legnagyobb tekintély. És helyes, hogy miért? Mert a nemzetpolgárai hiszek abban, hogy ha én beszélek hozzájuk, azt az ő érdekükben teszem. Csak hogy én nem tudok beszélni. Kezdjük újra. Ebben a nehéz órában. Ebben a nehéz órában. Folytassa. Az ember mindig küzdködöm. Fusson rá erre a szóra, és sorakoztassa fel utána az összes... Lipit Zsolt Jászai Mari díjas színművész, a Pécsi Nemzeti Színház igazgatója ezzel a színdarabbal debütált rendezőként a színházban. Régóta kacérkodtam a gondolattal, és amikor úgy döntöttem, hogy belevágok, akkor első között ez a mű jutott eszembe. Ez nekem nagyon tetszik, nagyon szeretem az ilyen szívhez szóló emberi történeteket, és hát óriási élmény volt a rendezés, mert úgy éreztem magam, mintha világéletemben ezt csináltam volna. Valószínűleg azért, mert nagy 30 éve vagyok már színész, 1988-ban végeztem a színművészeti főiskolán, és hát rengeteg színdarabban játszottam, rengeteg szerepet, nagyon sokféle rendezővel, és nyilvánvaló, hogy ez a hosszú színész időszak felért egy kurzussal, szerintem azért is vágnak bele színészek a rendezésbe egy idő után. Nem azért, mert nem elégíti ki őket csak a színművészi lét, hanem szeretné az ember kipróbálni magát, és nekem ez a lehetőség most megadatott, úgyhogy ennek nagyon örülök, és lesz folytatása is. A 2011-ben számos Oscar-díjat elnyert film színpadi változatát már számos magyarországi színházban bemutatták. A történet a Pécsi Nemzeti Színházba is megérkezett. Ebben a nehéz órában, melynél vészterhesebb, tám még nem volt honunk történetében. Országaink minden polgárának küldöm ezt az üzenetet. Éljenek bár itthon, vagy a tengeren túl. Szívem legmélyéből szólok valamennyiükhöz. Egytől egyig. Fogadják szavaimat úgy, mintha otthonukban lépnék, és úgy beszélnék önökhöz, személyesen. Többünk életében, idestova másodízben, ismét háborúban állunk. Idén is megrendezték a Krecül Fest elnevezési kulturális rendezvényt május elején Mecseknádasdon. Ebben az évben is színes programokkal készültek a rendezők, minden korosztály megtalálta a kedvére való elfoglaltságot. Nem maradhatott el a tombola, a bál és a tűzijáték sem. Huszonkettedik alkalommal rendezték meg a Krecül Festet Mecseknádasdon. A zenés vigadalom eredetéről a település polgármestere Kraszné Aut Szilvia beszélt. Ezt a rendezvényt én már 22. alkalommal rendezik meg itt Mecseknádasdon. Igazából ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, amit a Slavákergrundi borosgazdák kezdeményezésére indult el. Először csak szűk körbe indult el, igazából csak a borosgazdák összejöttek egy május válításra. És ugye annyira kinőtte magát a rendezvény, hogy évről évre többen jöttek, és hogy most már ennyien vagyunk itt igazából. Érdekes története van ennek a több mint 20 éves rendezvénynek. Szerencsére a hagyományápolásnak jelentős szerepe van a falu életében, így ezt a programot is igyekeznek minden évben megszervezni. Eigentlich das ist ein Veranstaltung der Gruppe. Tulajdonképpen ez a föld rendezvénye. A mecseknádasdi földesurak, gazdák, pince tulajdonosok kezdték el ezt a fesztivált. Minden évben május elején rendezzük meg. Ez egy olyan esemény, ahol a terület borait is megismerhetjük. Ebből az okból kifolyólag van Mecseknádasdon egy borverseny is, a magyarországi németek országos borversenye, és az ott díjazott borokat ezen a fesztiválon meg is lehet kóstolni.
Ebben az évben is színes programokkal várták az érdeklődőket. Az egésznapos rendezvénysorozat alkalmával a legkisebbektől a legidősebbekig mindenki talált kedvére való elfoglaltságot. A mai napra rengeteg zenével készültünk. A délután folyamán a Nádasser Musikanten zenekart hallhatja a közönség. Természetesen táncolni és énekelni is lehet. A borkóstoló közben is hallhatják ezeket a szép dallamokat. Vacsorával is várjuk a vendégeket. Két fogás közül lehet választani, pincepörkölt vagy grill csirke. A vacsorát követően egy másik zenekart láthatunk a színpadon, a Vémindi Sextettet. Ők játszanak nekünk az esti bálon. Az est folyamán tűzijátékot is láthatnak az érdeklődők. Emellett természetesen a gyerekeknek is készültünk, lesz trambulin, valamint csillámtetkó is. Mecsek Nádasdon számtalan más hagyományőrző programmal készül az önkormányzat. Ezeknek köszönhetően a hagyományok továbbadása is fontos szerepet játszik a falu életében. Májusban lesz a kakaspaprikás főzőverseny Mecsek Nádasdon. Ez is már nagyon régi hagyománnyá nyúlik vissza igazából. Ez a kakaspaprikás, ez egy nádasdi sváb étel igazából, és erre a rendezvényre várjuk sok szeretettel mindenkit. Nádasdon nagyon sok egyesület van, és nagyon fontosnak tartom, hogy összetartozunk, a közösséget építsünk, és az egyesületek szokták általában szervezni ezeket a rendezvényeket, és ez egy nagyon összetartó közösségi formája a települést igazából. Erre a rendezvényre nem csak mecseknádasdi lakosok látogatnak el szívesen, a környékről is érkeznek érdeklődők minden évben. A rendezők legnagyobb örömére idén is nagy népszerűségnek örvendett a Krecül Fest. Általában mecseknádasdi lakosok jönnek erre a rendezvényre, azonban ők is hoznak magukkal vendégeket, éppen ezért ez nagy népszerűségnek örvend. Az emberek jókat beszélgethetnek, lehet enni, táncolni, valamint borokat kóstolni. A Krecül Festet bállal zárták, amelyen a Sextet zenekar adta a talpalávalót. Végül a tűzijáték sem maradhatott ki a jó hangulatból. A szervezők célja ezt a hagyományt továbbvinni, és a következő években is színvonalas programsorozattal várni az érdeklődőket. Tíz éves a pécsi Pixel Plant zenekar. A dark popot játszó együttes koncerttel ünnepelte a jubileumot. Az elmúlt évtizedről kérdeztük az alapítókat a születésnapi fellépésen. Sziasztok, mi vagyunk a pécsi Pixel Plant zenekar. Pécs és szerintünk Magyarország egyetlen hard pop zenekara. Reméljük, hogy ez valóban helytálló ez a kijelentés. Pécsen azért már sokszor találkozhattak velünk a nézők, hiszen 10 éve létező zenekar vagyunk, ugyanis pont a mai napon ünnepeljük itt a pécsi Trafikban a 10. Jubileumi évünket, amit egy nagy koncerttel ünneplünk meg, és hívtuk össze a barátainkat és a pécsi közönséget is. A dalok születése elég önző folyamat, nagyjából egy személyes művelet egy darabig, amíg meg elkészülnek az alapok, amiket én írok meg producerként, amiket először nyilván megmutatok Vikinek, és hogyha ő megtalálja rajta úgymond a fogást, tehát beúrít neki bármilyen ének dallam, akkor
akkor az úgy tűnik, hogy működik, és onnantól kezdve az a folyamat, hogy átküldjük a Mikinek az alapokat, és ő pedig otthon szépen kitalálja a gitárt, basszus gitár témákat, amiket mi is a koncerteken hallunk először. Pesten lakom, tehát én nekem az a bázisváros jelenleg, és én igazából koncertezni járok csak le lényegében. Most voltál egyszer próbálni. Most igen, tehát ez az, hogy most megtört ez az átok, ez a két éves átok, mert most úgy alakult, hogy eljött a próba ideje, és próbára tettük magunkat így együtt is. Egyébként meg ugyanazt, tehát Semmi különbség nincsen más zenekarok között szerintem, mint köztünk. Attól függetlenül, hogy három generáció van nagyjából nálunk, és ugyanúgy szerintem pont amiatt, hogy nagyjából ugyanolyan zenei ízléssel rendelkezünk, ugyanolyan zenéket hallgatunk, ugyanazokon nőttünk föl, fura, de még így is lehet. Erős az integritás a zenekarban, közös a cél, szeretnénk csinálni valamit, szeretnénk csinálni ezzel az egésszel valami fontosat. És ezt majd eldönti mindenki, hogy kinek mit jelent talán, de én ezt gondolom nagyjából. Szokták mondani, hogy Pécs a magyar Liverpool, valóban ezt érezzük mi is itt, mondjuk amikor elkezdtünk 10 éve zenélni, akkor még nem volt ez a szlogán, viszont azóta büszkék vagyunk arra, hogy ennek a szlogennek mi aktív részesei vagyunk, és valóban talán mi is hozzájárultunk ahhoz, hogy Pécs Magyarország, vagy egy kis Liverpool legyen, hiszen mi egyébként pont ugye kerek 10 évet ünneplünk, most lesz 15 januárjában a 10. Made in Pécs Fesztivál, amin ott leszünk, úgyhogy mi az összesen ott voltunk. Nagyon sok pécsi koncertünk volt, van itt egy mag nyilván, aki kedvel minket, és igen, abszolút szeretjük azt, tehát tényleg ez az első mondatom, hogy mi egy pécsi zenekar vagyunk, abszolút. De egyébként igen, nekünk tényleg célunk az, és ez alatt a 10 év alatt főként, és ebben voltak hullámvölgyek, magaslatok is, hogy tényleg egy olyan műfajt próbálunk életben tartani, ami egyébként már egy picit letüntítőket idéz, és nem feltétlenül egy mainstream műfaj sem Magyarországon, sem pedig úgy unblock a könnyűzenei életben. Viszont mi türetlenül hiszünk benne, legalábbis 10 éve, és nem is adjuk fel, hogy mi ezt a műfajt életben tudjuk tartani a zeneszeretetünkkel, az energiáinkkal, a koncertjeinkkel, úgyhogy erre buzdítjuk a műfaj kedvelőit. Véget ért a Pécsi Kör, a Pannon Televízió kulturális magazinja. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!